A mai videóban visszáró jegyzéket fogunk kitölteni, méghozzá göngyöleggel együtt most. Ugye már csináltam videót a visszáró úgy is, hogy ugye göngyöleg nélkül volt. Most úgy fogunk visszározni, hogy göngyöleget is visszározunk. Ezzel. Na nézzük is akkor a feladatot. Elő kell készíteni a szállítá, szállítónak a visszárút és a göngyöleget. A szállító neve és címe, ugye Nagykun Kft. 1093 Budapest R út 2, az ön üzlete Lila Kft. 1093 Budapest Káló út 3, alkalmazott haszonkulcs 47% termék, illetve a göngyöleg megnevezése. 1, 2, 1, vágott vajbab, 500 g, 55 doboz, 250 forint per darabos. Áfa nélküli beszerzési áron van. Rolikocsi, kocsi, két darabunk van belőle, és 10.000 forint per darabáros áfa nélküli beszerzési áron van. Sörös rekesz, 10 darab, 2400 forint per darab áfa nélküli egység áron van. A termékek 27%-os áfát tartalmaznak. Na akkor nézzük is meg, hogy a visszájó hogy töltenénk ki. Tehát akkor kezdjük az egyszerűbb részével, azzal, amit csak másolni kell. Tehát a vágott vajbabot egy az egybe bemásoljuk ide az első helyre. Tehát 1, 2, 1, 4 vágott vajbab 500 g, ugye ott van. Mennyiség Mennyisége ugye? Darab Ugye mennyi, mennyiségi a, a mennyiségi egység az darab, a mennyisége Viszont ugye mit olvastunk? 55 Doboz, tehát 55 lesz Egység áll a fogyasztói áron azt kihagyjuk, mert csak a beszerzési ár tudjuk, hiszen ide is van írva, hogy áfa nélküli beszerzési ár, tehát csak ide tudunk írni még egységárt. Hogy 250. Tehát 250 forint. Per darab. Következő a Rolikocsi. Ezt bemásoljuk ide. ugye darabra volt ez is, és kettő volt. Mint ugye láthatunk, beszerzési ára pedig 10.000 forint. Tehát ide beírjuk, hogy beszerzési egységgel 10.000 forint. Következő, ugye a sörösre ugye 10 darab, 2400 forintos beszerzési áron. Tehát akkor semmi más dolgunk nincs, csak ide, hogy sörös, rekesz, ugye az is darabra van, tudjuk, hogy 10 darab volt, fogyasztói egység áruk egyébként, ezeknek a termékeknek nincs, úgyhogy ki is húzzuk, mert ezt nem értékesítjük nehogy aztán itt belekavarodjunk a számolásunkba. Tehát a göngyölegeknek nincs fogyasztói jára, tehát azt nyugodtan kiúszhatjuk, mert csak beszerzési jára van. Na, azt nem értékesítjük a fogyasztónak a holikocsit. Na, akkor a sörös meg 2400 forintos egység ára volt. Tehát 2400. Tehát 2400. Tehát akkor már tudjuk ezeket az adatokat. Akkor szerintem kezdjünk a könnyebbel, és számoljuk ki a beszerzési áron az értékét, az összértékét. Ma az könnyű, igazából semmi dolgunk nincs vele, hiszen az egy ára és megvan hogy hány darab van, ez egyszerű szorzás. Én minden, mindenképp az egyszerűbb kezdenék. Tehát akkor felírom, hogy beszerzési ár, és akkor az értékét számoljunk, és érték, tehát az értékét számoljuk. Tudjuk, hogy 55 darabban 250 forintos egység Tehát akkor 55 ször 250, és akkor előkeressük a számológépünket, és szépen kiszámoljuk, hogy 55 ször

10 ezer forint, mert egy darab 10 ezer, de nekünk kettő van. Tehát kettőször 10 ezer. Az 20 ezer forinnak felel meg, ehhez számológép kell, tehát akkor 20 ezer forint lesz. sörös rekesz, ugye 10 darabunk van, és 2400 forint egy darab. Tehát akkor 10 szer 2400. Az 24 ezer. De be is írjuk. Tehát 10 szer 2400. Az 24 ezer. Tehát akkor a 24 ezeret ide beírjuk. 24 ezer forint. Tehát akkor így meg is vagyunk. Ezzel. A részével. Illetve még van egy könnyű rész. Ugye a göngyöleg összesen. Az még nagyon könnyű kiszámolni, az még nem kell semmilyen tudás. Csak simán egy összeadás. Ugye van két göngyölegem, ezt összeadom. Ugye? Kírom, hogy göngyöleg. Összesen, és szépen ide tehát 20 ezer, plusz 24 ezer. Mert itt ugye 20 ezer volt a göngyölegem, ugye ott van a vali meg a sörös ez, tehát 20 ezer plusz 24 ezer. Tehát az 44 ezer. És akkor göngyöleg összesen sorába, ugye itt van ez a kis rublika, ide beírjuk, hogy 44 ezer forint. Tehát ott van, ugye a göngyeleg összesen sora, 44 ezer forint. Meg is vagyunk az egyszerű részével, most viszont jön egy komplikáltabb rész, szorzószámos, számos, ahol már figyelembe kell vennünk majd a áfát, meg figyelembe kell vennünk a haszonkulcsot. Ugye a fogyasztói árnál. Tehát ez egy kicsivel komplikáltabb, de meg lehet jegyezni. Tehát, ugye az egység árát ki kell számolnunk ennek. Tudjuk, hogy egy darab 250 forint volt beszerzési áron. Nekünk a fogyasztói áras egység kell. Mindjárt mutatom, hogy hogy kell. Egyébként nagyon egyszerű, mert szorzószámmal fogjuk megcsinálni, tehát szorzószám, fel is írom. Ugye tudjuk, hogy 47%-os haszonkulcsunk van. Akkor olyan egyszerű, hogy fel is írjuk ide magunknak, hogy 1,47, és ezt beszorzom. A termékek 27%-os áfát tartalmaznak. Tehát akkor egyszerű a dolgunk, 1,27-tel beszorzom. Tehát 1,47 x 1,27, és már is kiderül a szorzószám. És abból már csak számolgatnom kell. Tehát ide be is írjuk, hogy 1,47 szor 1,27. És 1,866. 1,866. 6. Na de nekünk négy tizedes jegyig kell, ezt elfelejtettem mondani. Tehát a szorzószám lehetőleg mindig négy tizedes jegy, jegy legyen, mert így kapunk minél pontosabb értéket a szorzószámnál. Ez fontos megjegyezni. Na de röviden ennyit. Tehát megvan a szorzószámunk. Tudjuk a egység árát, ugye, hogy 250 forint volt ennek a vágott vajbabnak. Tehát akkor olyan egyszerű dolgunk van, hogy fejlődjük, hogy fogyasztó jár. Tudjuk, hogy 250 volt egy. Tehát 250 forint volt a beszerzési ára. És ahhoz, hogy fogyasztó járat kapjunk, ezzel a szorzószámmal beszerezzük és meg is kapjuk. Tehát szor 1,8669. Hiszen ez a szorzószám, ugye láttuk, tartalmazza a haszonkulcsot, tartalmazza az áfát. Mutatom is. Tehát haszonkulcs 47%, tehát 1,47%-ot az írtuk fel. Tartalmazza az áfát, tehát 1,27%. Azért lett itt egyes előtte, tehát 1,47 és 1,27, mert ez meg növeli az árat, tehát 100%-hoz, tehát 100%-os volt az ára ennek a, ez a 250 forint, ez a 100%-os ára, és ehhez még ugye hozzáadtuk az áfát, ezért lett 127, és ezt ugye osztottam 100-al, és azért jött ki 1,27, illetve 100%-os volt az, az ára, megint csak, és hozzájött még 47% álfa. Illetve, bocsánat, nem áfa, hanem haszonkulcs. Tehát 47%-os haszonkulcs hozzájött, tehát 1,47. Mert ugye ezt is igazából 147 jött volna ki, csak ugye most nem írtam le, hogy osztom 100 -al. Tehát itt is osztottam 100, és 1,27 és 1,47 így jött ki. Ezt a kettőt összeszoroztam, 1,8669, és mondj, most már megvolt ez a szorzószámom, számom. Csak simán a beszerzési árat megszoroztam vele, és már is kijön majd, hogy mennyi lesz a fogyasztói ára. Tehát akkor 250 szer a szorzószám, tehát 1,8669 egyenlő 466,7, de kerekítünk 467. 467 forint a fogyasztói egységár. Tehát ide be is írjuk, hogy 467. Tehát meg is van a fogyasztói egységár. Értékét kell kiszámolnunk, ami szintén a legegyszerűbb lesz. Hiszen tudjuk, hogy 467 forint a egységára, fogyasztójáron, de 55 darabunk van. Tehát akkor csak annyi a dolgunk, hogy 55 ször 467. És már is kiderül. Tehát 55 ször 467. Az 25.685. Tehát 25.685 forint. És ezt ide beírjuk. 25.685 Forint. Tehát be is írtuk oda. Akkor most már tényleg nagyon egyszerű a dolgunk, mert ugye már csak pár dolog maradt ki. Tehát itt a táblázat alján ez a kettő maradt ki. Ezeket egyébként ki is zézzük, azokat a sorokat, amit nem használtunk fel, mert így a szabályos. Tehát így kizézzük, hogy ide már nem írunk semmit. És akkor áru összesen, ugye a fogyasztójáron ide bemásoljuk csak ezt az értéket, hiszen nem kell összeadni, hiszen nem volt több áru, mert a göngyölegeket ugye nem kell fogyasztójárazni. Tehát így csak beírjuk ide, hogy 25.685. Tehát 25.685 forint. Tehát ami itt volt, beírjuk, hiszen itt nem kellett már összeadnunk. Következő beszerzési áron, ugye az áru, ugye itt van, hogy áru összesen, akkor csak simán bemásoljuk ezt, hiszen egyetlen egy darab visszárunk volt, hiszen a többi meg göngyöleg volt. A göngyöleget ugye összeadtuk, most az áru csak simán bemásoljuk, tehát 13.750 forint. És nagyjából így is kell kinéznie egy visszáró hogyha van göngyöleg is a visszáróba. És akkor ide beírjuk a mai dátumot, tehát 2020, 10. 23 például, és az ügyvezető aláírása, Ugye a záróátvevőt ezt nem töltjük ki, mert ezt nem vették át, mert úgy helytelen lesz, hanem az ügyvezető aláírással kell aláírnunk, és akkor ide írjuk, hogy. Hát vagy a, esetleg a saját nevünk úgy, hogy a feladat határozza meg. Itt a feladat nem határozta meg nekünk. Tehát látszik, hogy nincs meghatározva nekünk, hogy ki volt a üzlet vagy egységvezető. Tehát ide kitalált név kerül, tehát Visszáru Béla. Ő volt, aki az üzletvezető volt, és visszáruzott. És nagyjából így végeztünk is volna a visszáru jezzékkel, tehát így kell kinéznie, ezeket a számolási módokat kell eh, megcsinálni, tehát ne felejtsük el, hogy a fogyasztó járnál Szorzószámot számot számolunk a haszonkulcsból, tehát itt 47%-os haszonkulcs volt, ez 1,47, és az áfából, tehát ezt ne felejtsük el, hogy visszálló a fogyasztó járnál, a haszonkulcsot nagyon nézni kell, és az áfát is, tehát ezt összeszorozzuk, és kijön a szorzószám, tehát ezt nehogy elfelejtsük, mert akkor nem lesz jó az eredményünk. Mi szerintem ennyi is lett volna, amit el tudtam mondani, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!